ez nagyon régi szír étel. Ez a neve a beszmecskát, szerintem 100-200 éve. Van benne borjú hús, van benne báránhús, gyömbér, kurkuma vagy sáfrán, fehérbor, fehérbors, bocsánat, és szerencsédió. Van benne rizs és fenyőgyömör. Itt kell csinálni, mint a töltött marhahús rizse, és itt kell keverni kis a báránhús, vagy lehet marhahús. Én most használom báránhús, kis gyömbér, kurkuma, fehérbors, szerencsindió, és rizse. Sima rizs, fehér kell főzni előtte rizs. Szerintem 50% rizs és 50% hús. Szépen kell keverni. Majd hát a lezet a nárba lejjel is vagy. Ezt így kell csinálni. Pontosan, mint töltött hús, rizsel, kicsit zárunk. Piszkálok kicsit, akkor marad benne a hús. És a meleg olaj, vagy forró olaj kell sütni, csinálni. Jó, szerintem 5-7 perc kell sütni, 50%, kész a hús. Itt van paradicsom szósz, klasszik paradicsom szósz, fokhodma, olívaolaj, friss paradicsom, sóbors, és utána turmix. Mint magyar paradicsom szósz, vagy olasz paradicsom szósz, ez is lehet használni. Kell főzni kicsit, 2-3 perc, akkor tudod, rizs, szósz, minden egybe. Ez egész flavor jöhet bent, a hús, és a rizs, és egybe. Mi szoktunk kis zöldség mellett. Tudod, van rizs, akkor van ez a mondom, hogy starch. És itt keményít, igen. Igen. Kis zöldség. Jó. Színes. Köszönjük, sét! Hoztam a kutájnak!